Ebben a videóban egy olyan dologról lesz szó, ami körül óriási félreértés van, mint ahogy általában minden körül a világon, különösen, hogyha az írásról van szó. A legtöbben úgy gondolják, hogy az úgynevezett új szövetség, az a hitről szól, az úgynevezett ószövetség pedig magáról a törvényről. Ezután a videó után azonban mindenki számára nyilvánvalóvá kell válnia annak, hogy Jahua útja mindig is a hitről szólt. A második részben megmaradtunk a brit házasában, a megújult szövetségben, és megnéztük, hogy hogyan jelenik meg ebben a részében az írásoknak maga a hit. Ezúttal pedig vissza fogunk menni a tanákba, és megnézzük, hogy mi az, amit ott találunk a hittel kapcsolatban. Ez ugye rómaiakhoz első fejezet 17-es vers, mely így szól, hogy az igaz ember pedig hitből él. Ez az, amit a múltkor megvizsgáltunk, és ez az, ahonnan a múltkor kiindultunk. Hogyha elfogadjuk azt, hogy ez a hit, ami ugye pisztész, azonos azzal, amit hitnek hívnak a brit hadasában, akkor meg kell egyeznünk abban, hogy ez az idézet, ami ugye Habakuk második fejezet négyes vers, ugyanaz kell, hogy jelentse a tanákban is. Szóval, hogyha visszamegyünk oda, akkor megvizsgálván azt a kifejezést, melyet ők ott használnak úgy, mint hit, közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy mi is az, amit ezek az emberek gondoltak a hitről. Hogyan működött a hit ebben az időszakban? Ugye a téves elképzelés az, hogy a hit az az új szövetséggel jött el. A hit mindig is itt volt, és ez az, ami ki fog derülni ma mindenki számára remélhetőleg. Imé felfúvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz ember pedig az ő hite által él. Ez a kifejezés, amelyet Habakuk használ, illetve az írója a mazoletikus írásoknak az írói. Ez a kifejezés imune. Ennek jelentése hűség, megbízhatóság, békesség, stabilitás, vagy biztonság, szilárdság, rendületlenség. Ez a H529ből ered, és ez pedig bizalom hűség vagy megbízhatóság immun. Ha még tovább megyünk, akkor az H539, ámán. fenntart, támogat vagy alátámaszt. Illetve, hogyha melléknévi igen évként használjuk, akkor gondviselő, tápláló vagy nevelő. Bizakodó, megbízható, hűséges. Szilárdan, stabilan áll, támaszkodik, épít valamire. Hisz, bízik, megbízik valakiben, épít, támaszkodik valakire vagy valamire ez mind a kifejezés, amelyből ered az emuná. A Gessinius ugyanezt fogja nekünk elárulni. Fentart, támogat, alátámaszt, gondját viseli valaminek. Megalapoz valamit, vagy épít valamit. Szilárd, stabil, amire támaszkodni lehet. Ők ezt értették a hit alatt. Hűséges vagy megbízható, ez szintén az megalapozott, stabil szilárd állandó, hosszantartó, hűséges, megbízható, bizonyos, azaz biztos, szava hihető, őszinte, megerősített. De ha visszatérünk az immunához, ami ugye mi szavunk úgy, mint hűség vagy hít, és megnézzük, hogy mi a görög megfelelője ennek a szónak, akkor láthatjuk azt, hogy pisztész. Ugyanaz a kifejezés, melyet Saul használ a rómaiakban ennek az idézetnek a visszaadására a görög nyelvben. De megmutatom, ugye itt van hitből, az igaz ember pedig hitből él, ez a szó hit, ez pisztész. Egyet kell, hogy értsünk abban, hogy amennyiben megtaláljuk ezt a szót a tanákban, vagyis az úgynevezett tószövetségben, akkor a segíteni fog nekünk abban, hogy megértsük, hogyan működött a hit ebben a korszakban, és mi az, amit az emberek gondoltak a hitről. Az immuná kifejezés, ugye ez H530, 49 sorban szerepel a tanákban, ez ugye már a Héber kifejezés maga Imuná, nem úgy, mint hit. Az első előfordulása az Semot 17-es fejezet, második Mózes 17, és ez egy érdekes történet, nézzük meg az elejéről. Eljöve pedig a és hadakozzék Jesel ellen Refidimben. És mondta Mósé Jahusának, vagy Mózesi Józsuénak, válasz nekünk férfiakat, és menj el, ütközzél meg a Holnap én a halom tetejére állok, és Elohim pálcája a kezemben lesz. És úgy cselekedik Jahusa, amint mondotta vala neki Mósé, megütközik a malekkel. Mósé, Áron és Hur pedig felmenének a halom tetejére. És lőn, mikor Mosé felemeli a kezét, és rál győz vala, mikor pedig leereszti a kezét, Amalek győz vala. Ez egy jel volt, ugye, Jahuától, hogy mindenki lássa azt, hogy ő az, aki harcolja a harcot Jézrael helyett. Amikor Mosé feltette a kezét, akkor győzedelmeskedett Izrael a csatában, mikor leengedte, akkor pedig felülkerekedett Amalek. Mikor azért a Mosé kezei elnehezedének, követ hozzának, és alája tevék, hogy arra üljön. Áron pedig és úr tartják vala az ő kezeit, egyfelől az egyik, másfelől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig. Ez a kifejezés, hogy maradának, ez emuná, amit az előbb hitként fordítottak hűség, megbízhatóság, békesség, stabilitás, biztonság, szilárdság vagy rendületlenség. Amíg a kezei szilárdan megmaradtak ott fent, rendületlenül megmaradtak, stabilan, addig ők győzedelmeskedtek, azután azonban már nem. Nagyszerűen példázván azt, hogy ameddig mi megmaradunk szilárdan egy úton, azon az úton, melyet az atya kijelölt a torájával, addig velünk van, harcolja a harcunkat, és győzedelmeskedünk. Azonban, amint letérünk róla, akkor felül fog kerekedni az ellenség. A másik pedig az, hogy ugye Áron és Húr segítségére is szükség volt, hogy tartsa Mózes kezeit, így mások segítségére is szükségünk lesz, hogy megmaradjunk ezen az úton. És ugye ez az első előfordulása a szónak, ez az, amit ezzel beszerhetett volna mutatni Yahoo a számunkra. Amennyiben kutatjuk egy szónak a jelentését, mindenképpen érdemes megkeresni az első előfordulását, ugye ez az első előfordulása, megnézni a szó eredetét, a szótőt, és megvizsgálni azokat, illetve mivel Héberről van szó, érdemes megvizsgálni azt, hogy a karakterek amik a szót alkotják, mit jelentenek, ez az, amit most meg fogunk tenni. Az emuná kifejezés az ugye egy alef, egy mem, egy nun és egy hely, illetve a másik változatban egy vav beékerődik a mem és a nun közé. Nézzük először csak a négy karaktert. Ugye az első az alef, azután azt követi a mem, utána pedig a nun és a Hey. Alef, ugye az ökörfej, ami erőt jelent, hatalmat, vagy pedig magát, a jahuát, vagy a vezetőt, vagy egy családfőd. A mem az víz, ami jelenteti a szót, vagy az igét, vagy a vért, amely megtisztít, illetve a nun az egy mag, és az életet jelenti a folytonosságot, vagy pedig leszármazottan. A hé, hey, pedig egy ember felemelt kézzel, és ez csodálatot, ámulatot vagy kinyilatkoztatást jelent. Hogyha összeolvassuk, akkor arra a megállapításra is juthatunk, hogy imuná az az erő, amely az élet szavának vagy az élet igényének a kinyilatkoztatásában rejlik. Vagy pedig az atyától vagy jahuától érkező szó, mely az élet Kinyilatkoztatása. És persze mindenki eljuthat a saját ö, konklúziójához. A lényeg azonban az, hogy ez az élet szava, mely az Atyától ered, és ez ki van nyilatkoztatva számunkra. És az Atya számára, hiszen aki hisz, az úgy is cselekszik azután. Oda-vissza érvényes ez a dolog az Atya és közöttünk. Mi megmutatjuk azt, hogy bízunk benne, hogy rá támaszkodunk, hogy ő az, aki számunkra biztonságot, szilárdságot, békességet vagy stabilitást ad az által, hogy úgy viselkedünk. Engedelmesen és alázattal. A következő az Shmuel Aleph 26-os fejezet lesz, és ez már abban az időszakban játszódik, mikor Saul és Dávid között kialakul egy ellenségeskedés, mivel Saul valószínűleg féltékeny lesz, és megpróbálja Dávidot valamilyen módon elpusztítani. Ez az a jelenet, amikor Dávid és Abishai lemennek a táborba, ahol Saul tartózkodik, ellopják onnan Saul dárdáját és a vizes korsóját, azonban Dávid nem öli meg Sault bár megtehetné, hanem így szó Abishaihoz ne veszesd előtt, mert vajon ki emelhetné fel kezét Jahuának felkentje ellen büntetlenül? És mondta Dávid, él Jahua, hogy Jahua megveri őt, vagy eljön az ő napja, és meghal, vagy pedig harcba megy, és ott vészel. Elmenekülnek ezután, és visszakiabálnak a dombról, hogy tudtára adják mindenkinek azt, amit cselekedtek, hogy képesek voltak ellopni a dárdát és a vizes korsót Saul sátorából. Saul felkel és így szól, a te hangod e ez, fiam, Dávid. Dávid pedig mondta, az én hangom, uram király. És mondta, miért üldözi szolgáját, Adonai? Ugyan mit cselekedtem, és micsoda gonoszság van én bennem? Saul így szól, védkeztem, tér vissza, fiam, Dávid, mert többé nem cselekszem veled, gonoszul, mivel az én életem kedves volt előtted a mai napon. Ímé eztelenül cselekedtem, igen nagyot vétettem. És felele Dávid, és mondta: Ímhol a király dárdája, jöjjön ide a szolgák közül egy, és vigye el azt. Jahua pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint. Mert Jahua kezembe adott téged ma, de én nem akartam felemelni kezemet Jahuának felkentje ellen. A kifejezés hűsége az nem más, mint emuná, azaz hite szerint. Az igazság pedig tzadach vagy cadacha. És ez ugye becsületesség, vagy a becsületesség külső igazolása, szabadulás, jólét, prosperálás, igazságosság, igaz, cselekedet, jó tétemény. Tehát Jahua fizessen meg mindenkinek az igaz cselekedete, és a hite szerint. Ugyanúgy, ahogy jelenések könyve, vagy higaluk 20 as fejezetben olvashatjuk, és láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték, és látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani Elohim előtt, és könyvek nyitatának meg, majd egy más könyv nyitaték meg, mely az élet könyve, és megítéltetnek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadál halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadál halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltetének minnyáján az ő cselekedeteik szerint. Pontosan úgy, ahogyan Dávid azt mondta itt egy Sámuel 26-os fejezetben, ugyanis ez mindig is így volt. Mindenki az ő cselekedete szerint ítéltetett meg mindig, hiszen a cselekedet volt az, ami elárulta, hogy hol van az ember szíve, és hogy mi az ember hite. Ezért mondta az, hogy az ő igaz cselekedete, vagy igazsága, és a hite szerint. Ezért írta azt Jákob a levelében, hogy Ábrahám, a mi atyánk nem cselekedetekből igazítatott -e meg, felvivén Jézsákot, vagy Izsákot, az ő fiát az oltárra. Látod, hogy a hit Pisztész, vagy éműná együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, ergon, cselekvés, tevékenység, cselekedet, és a cselekedetekből lett teljesé a hit, azaz az ő tevékenységéből, munkájából, cselekedeteiből lett teljessé az ő hite, vagy pisztész. És beteljesedett az írás, mely ezt mondja hit. Piszteó, ugyanaz a kifejezés, az a szótő, pedig Ábrahám Elohimnek, és tulajdonított neki igazságul. Igazság, jogosság, méltányosság. És Elohim barátjának nevezte. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből, cselekvés, tevékenység, munka, cselekedet, igazul meg az ember, és nem csupán pisztész hitből. Mit mondott Dávid? Jahua fizet meg mindenkinek az ő igazsága, becsületessége, vagy szabadulás, jó prosperálás, igazságosság, vagy igaz cselekedet, jó tétemény, azaz valamit csinálnia kellett az embernek ahhoz, hogy ezt az igét, vagy ezt a szót használja itt. És az ő hűsége szerint fog megfizetni majd mindenkinek, azaz Emuná az ő hite szerint. Dávid nem csak, hogy elhitte azt, hogy Jahua meg fog fizetni mindenkinek, hanem az szerint is cselekedett, hiszen nem ölte meg, hanem az a tudat, az a hit, az a meggyőződés, ami benne volt, hogy bízott Jahuában, hogy belévetette a hitét, hogy, hogy Jahua ad neki biztonságot, vagy stabilitást, vagy sziládságot, hogy ne ölje meg Sault, még akkor se, hogyha meg tudta volna tenni, hiszen biztos volt abban, hogy Jahua majd megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint, ahogyan azt olvashattuk egyébként jelenések könyvében is. Jelenések könyvében egyébként azt mondja, hogy megnyittatnak könyvek, majd egy más könyv is megnyittatik, és ebben vannak a cselekedetek, melyek szerint megítéli az embereket. Sőt, a végén azt írja, hogy ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tovább vetteték. Úgyhogy igen fontos, hogy az embernek milyenek a cselekedetei, hiszen az alapján tud bekerülni az élet könyvébe. Elmondja még egyszer, hogy a cselekedetek szerint ítéli meg. Úgyhogy érdemes úgy élni, hogy az ember bekerüljön abba az élet könyvébe. Ahhoz viszont az szükséges, hogy az ember hite, imöná, arra sarkalja, hogy olyan igaz cselekedeteket hajtson végre, melyek a végén azt eredményezik, hogy ő bekerüljön az életnek a könyvébe. Mondhatnánk azt, hogy ez régen nem így volt, hanem úgy volt, meg régen ez volt, meg az volt. A lényeg az, hogy sem ott 32-es fejezetben így szól a 30-as vers. Ez ugye akkor történik, amikor a nép elkezdte az aranyborjú dolgot, és vártak Mosére, hogy jöjjön le a hegyről. Mikor lejött Mózes, így szólt. Nagy bűnt követtetek el? Most azért felmegyek Jahuához, talán kegyelmet nyerhetek a ti bűneiteknek. Megtér azért Mosé Jahuához, és mondta: Kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magának isteneket, vagy hatalmasságokat. Mi volt a probléma? Az volt a probléma, hogy a népnek a hite olyan cselekedetekben nyilvánult meg, amik elfogadhatatlanok voltak Jahuának, sőt, amik ellenkeztek az ő törvényével, amit már elmondott nekik korábban. Így szól Mosé, törölj ki engem a te könyvedből, melyet írtál. Melyik könyv, amiről jelenések könyve beszél? Honnan tudjuk? Onnan, hogy elmondja. Jahua, így szól aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből. Kitörli az életkönyvéből azt, akinek a hite olyan cselekedetekben nyilvánul meg, ami ellentétes az ő instrukcióival, vagy az ő torájával. Tudjuk, hogy erről beszél, hiszen hatá, azaz hiányt szenved, téveszt, téved, eltéveszt, vagy elhibáz valamilyen célt, vagy útirányt, miért azt, amit a tora kijelöl számunkra. A tora maga az a jel, vagy jelzés, vagy emlékmű, ami a vezér, vagy a vezető kinyilatkoztatását rögzíti számunkra. Ez az a jel, amit elvét az, aki ugye hatá követ el. Haladjunk tovább, és nézzük meg, hogy mi az, amit a 33-as Zsoltár ír a hitről. Ez ugye Tehelim 33. És így szó. Örvendezzetek ti igazak, Jahuában, a hűekhez illik a dicséret. Ez a hív, vagy hűséges, ez pedig jásár, azaz egyenes, igaz, Őszinte vagy becsületes? Dicsérétek Jahuát Citerával, tíz húrú hárfával zengjetek neki. Énekeljetek neki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogol. Miért? Mert Jahu a szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Imuná, hűséges. Egy Sámuel 26-ban azt mondja, hogy megfizet mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint. Igazsága, ugye megnéztük, Czadacha, ahogyan becsületes valaki, egyenes, vagy pedig e, úgy cselekszik, jót tesz. Ugyanúgy, ahogy itt is, ahogyan ő viselkedik, Jahua, minden szava igaz, vagyis Jasár, egyenes, úgy van, ahogyan mondta, és minden cselekedete hűséges ahhoz, amit ő elmondott. Ő úgy cselekszik az atya, ahogyan elmondta azt nekünk, ő megbízható, ő szilárd, ő nem változik, ő nem inog meg, ő stabil, rendületlen. Hűséges ahhoz, amit mondott. Ez jelenti a hit számukra. Ellentétben azzal, amit a kereszténység számára jelent, hogy ülök valahol, és mondogatom, hogy én hiszek, és mennyire szeretem, és nekem mindenem az ő szava, meg Jézus, meg a többiek. Hogyha ugyanígy lenne az atya is, hogy csak ott lenne, és mondogatna dolgot, de közben mindenféle más történne, akkor az emberek nem vennék azt jó néven. Ugyanígy van ezzel ő is, ő demonstrálja azt, amit akar, minden, amit elmondott, minden szava, azaz dabár, igaz, egyenes jár, sár, és minden cselekedete az azaz szilárd, úgy van, ahogyan ő azt megmondta. Ha ő ilyen, és nekünk olyannak kell lennünk, akkor nincs más választásunk, mint a szerint élni, ahogyan azt ő elmondta, hiszen ő maga úgy él. Ez az imuná, ez a kölcsönös hit és bizalom a másikban. Ő elmondta, bízik bennünk, hogy mi úgy tesszük, mi bízunk benne, hogy az lesz, amit mondott, mert ezt mondta. Nézzük, hogy mi az, amit szeret Jahua. Ugye ez a hám szeretet szereti, az igazságot mi ez? ugyan az a szó, amit az előbb megvizsgáltunk, amiről írta Dávid, hogy az igaz igazsága és a hite szerint. Tzadeká. Igazságossága, igaz cselekedete vagy jó téteménye, vagy becsületessége szerint. Ez az, amit szeret Jahua. Az igazság az egyik, Tzadeká. A másik, pedig pát az ő ítélete, ítélettétele, vagy döntése, az ő rendeletei, utasításai, szabályai, és jahu a kegyelmével telve a föld. Már akkor is volt kegyelem, a kegyelem az nem egy új dolog, mint ahogyan azt gondolják a keresztények, hogy eddig sose volt, nem lenne már egy ember sem. Ezek azok, amiket a dolgok, amiket ő szeret, és ez az, amit ő hitnek hív, ha valaki ezek szerint él, nem mondogatja, vagy gondolgatja, hanem úgy él. Tehelim 37-es fejezetben megerősíti Dávid, amit, amit olvastunk egy Sámuel 26-os fejezetben, és így szól. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irikedjél a gonosztevőre, Miért? Azért, mert megfizet mindenkinek az igazsága és a hite szerint. Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonyadnak. Az igazságuk és a hitük szerint. Mi az, amit teket tenned kell? Bízzál, Jahuában, és jó cselekedjél. E földön lakozzál, és hittel, éj, émuná. Itt mondott az előbb, Ugyanezt mondta, hogy mindenkinek az igazsága szerint az igaz cselekedeteket szereti, jót cselekedni, és hittel. Mi az, amit tenned kell? Cselekedj úgy, és higgyél. Ez a két dolog, amire szükség van. Ezt mondta Jakob a végén, erről beszélt az elején, erről beszél most, mindig erről beszél. Honnan tudjuk, hogy mi a jó? Az ő szava a jó. Ő az, Jahua, aki kijelöli, hogy mi a jó, és aki az alapján él, aki hisz abban, hogy annak van értelme úgy élni, hiszen majd jahúban megjutalmazza azért az, akit ő keres a földön. Négyesvás gyönyörködjé jahuában, és megadja neked szíved kéréseit. Azaz, amennyiben úgy élsz, ahogyan azt ő mondja, akkor fogja teljesíteni azt, amit ő vállal. Ez a kölcsönös bizalom, a hit. Ugyan ebben a zsoltárban egyébként leírja, mindenki számára egyértelművé teszi, hogy mi az, amit tennünk kell. 27-es vers. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Ugyanúgy, ahogy itt mondta, bízzál Jahuában, jót cselekedjél, e földön lakozzá és hittel élj. Aki hisz, az úgy fog cselekedni. Kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Miért? Mert Jahuá szereti az ítéletet, és pát, el nem hagyja az ő kegyeseit, azok, akik félik őt, akik úgy élnek, ahogyan ő azt mondta, megőrzi őket mind örökké, olám, egy életen át folyton örökös időszak örökké valóság. Gonoszok magvát pedig kiírtja. Kik a gonoszok, akik nem jót cselekednek. Miért? Mert nem abban hisznek. Nézzük tovább. Az igazak öröklik a földet. Szadik, igaz ők öröklik a Földet. Ugyanúgy, hogy Máté 5-ben elmondja, hogy kik öröklik a világot. És mindvégig lakoznak rajta. Onnan tudjuk, hogy ki az igaz, úgy, hogy bölcsességet beszél az igaznak szája. Hak má, bölcsesség, az az, amit szól, az igaz. Ki az igaz? Az, aki szadik, igazságos, pártatlan, jogszerű, jogos, törvényes. Milyen törvényes? Jahua, törvénye, szerint él. Nyelve pedig ítéletet szól. Mi az ítélet? Mispát, azok a rendeletek, amiket Jahua adott számunkra. Az a szabályrendszer, utasításrendszer erről beszél. Elohim törvénye van, a szívében és lépései nem ingadoznak. Miért nem ingadozik? Azért, mert az azaz hittel él. Stabilitás, biztonság, szilárdság, rendületlenség. Nem ingadozik, hiszen hisz, úgy cselekszik, ezért Jahua gyönyörködik benne. A hit az, ami összeköti ezt az egészet. Ha az ember nem hinne, akkor nem tudná járni az utat, és akkor sem tudta volna járni, és akkor is voltak emberek, akik járta. Hiszen tudjuk, hogy voltak, különben nem írta volna ezeket azokról az emberekről, akik igazak, akik jók, akik úgy élnek, ahogyan azt Jahua szereti. Akinek Jahua törvénye van a szívében annak a lépései nem ingadoznak. Az az ember hisz, az úgy él, az úgy beszél, akinek a törvény van a szívében, azaz tora és imuná, hit és a törvény, ez van abban az emberben, neki lesz majd a cselekedete olyan. Mi történik? Leselkedik a gonosz, az igazra, rasá, az, aki védkes, aki nem úgy él, az igazra, aki cadik, aki úgy él, és meg akarja ölni, ugye arról beszél. De Jahua nem hagyja azt annak a kezében, és nem is kárhoztatja majd, mikor, amikor megítéltetik. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy jelenések könyve leírta a 20-as fejezetben, hogy mindenkit megítél a cselekedetei szerint. Ki az, aki úgy cselekszik? Az, akinek a Tora van a szívében, aki azt beszéli, aki úgy él. Miért? Mert az ő lépései nem ingadoznak, hiszen Imuná, azaz hit által él. Zsoltárok 96-os fejezetben így ír Dávid. Ha meg Jahóa előtt, Kodes, vagy Szent Ékességben, rettegjen előtte az egész Erec, vagy Föld, mondjátok a népek között, Jahóa uralkodik megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, sámaim, örvendezzen a föld, herec, harsogjon a tenger, jam, és minden benne való. Vidüljön a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is, Jahuának arca előtt, miért történik mindez? Mert eljön, mert eljön hogy megítélje e földet. Az ítélet pedig se pát, amiből a mispát szó származik, ami ugye ítélet, rendelet, szabály. Ez a szó ítéletet hirdet, aki eldönti majd akkor, hogy ki, hova kerül az alapján, ahogyan élt összevetve azzal, amit ő elvár, amit ő szeret, amit ő megadott az emberiségnek. Nézzük az utolsó mondatot, megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő imuná hűségével, vagy hitével. Az igazság, az szedék, igazság, úgy, mint Elohim eredendő, és mint az ember szerzett tulajdonsága. Ez az igazság. Egyenesség, helyesség, igazságosság, korrektség. Honnan tudjuk, hogy mi az igazság? Onnan, hogy ő megmondta? Jahua megmondta. Az ő szava az igazság. János 17.17. 17, szented meg őket. A te ígéddel, a te ígéd az igaz. Ez az, amivel meg fogja ítélni majd a népeket. A világot megítéli az ő hitével, hűségével, azzal a szilárdsággal, vagy stabilitással, azzal a rendületlenséggel, amit ő képvisel. Az, hogy ő megmondta, hogy úgy lesz, és úgy is fog cselekedni, ahogyan nekünk is lennünk kellene. A, a, ahogyan bízunk benne, ahogyan az ember jahuába fekteti az ő bizalmát, és tudjuk, hogy ő szilárd, ő rendíthetlen, ő mindig olyan, ami ennek mondja magát, ugyanígy fogja ő is megítélni a népeket, azért, mert ez az, amit elvár. Ő nem változik meg egyik oldalról a másikra, meg eljött ez, meg eljött amaz, eltörölgette a törvényt, ilyenek nincsenek nála. Az a szó, hogy hit, vagy imuná, másként jelent meg számukra, más jelentett, mint amit mi számunkra jelent. Nyilván ez köszönhető a kereszténységnek, illetve a katolikus egyháznak, hogy mi így gondolkodunk. Hogy számunkra a hit az, hogy mi ülünk és mondogatjuk, hogy mi hiszünk. Ők ezt egyáltalán nem így látták. A hit cselekedetekkel nyilvánult. Meg. Nem csak, hogy azokban és azokkal nyilvánult meg, hanem azt jelentette számukra. Soha nem jelentett egy absztrakt dolgot, hogy az ember, amit csak a fejében él meg. Ez mindig is összefonódott a cselekedetekkel, azzal, ahogyan itt eddig láthattuk. Remélhetőleg Tehelim, 119 fejezet, 30-34-ig mindenki ismeri már. De azért nézzük meg. Így ír Dávid az igazság útját választottam. Magyarul, ami következik, az az igazság útja. Persze, mi tudjuk, mi az igazság, hiszen János 17-17-ben elmondja, hogy szented meg őket. A te igéddel a te igéd az igazság, az ő igéje az igazság, de nézzük, hogy mi ez részletesen. A te ítéleteid forognak előttem. Ez az igazság, hogyha így kezdődik. Ítélet, mi spát. Azaz rendelet, szabály, vagy pedig utasítás, vagy ítélet. Mit csinál? Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz. hoz. út, Elohim törvénye bizonysága vagy bizonyítéka, úgy, mint a tíz parancsolat. Például, vagy valamás vagy bizonyság téte. Ez az, amihez ragaszkodik. Ítélet, bizonyság. Ne megszégyenülj megszégyenülni, Jahua. A te parancsolataidnak útján járok. Parancsolat, mitzvá. Parancsol, szavá, parancsol, parancs, parancsol, parancsolat, mitzvá. Ha, ha megvigasztolod az én szívemet. Taníts meg, Jahua, a te rendeléseidnek útjára. HOK. Egy rendelés, egy előírt feladat, úgy mint az ünnepek vagy a sabát, munka, tevékenység, szolgálat. Valamiféle törvény, szabály, rendelet vagy előírás, vagy pedig szokás. HOK. Hogy megőrizzem azt mindvégig. Oktas mire, hogy megőrizzem a te törvényedet, tora, azt a tanítást, oktatást, útmutatást, azt a magatartás vagy viselkedés formát, amit te, Jahua, adtál nekem. Megtartsam azt teljes szívemből. Mit csináljon még? Vezérej a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban. micvá, mint parancsolat. Az igazság útját írja le. Dávid arról beszél, hogy az ítéletek, a bizonyságok, a parancsolatok, a rendelések, összefoglalva a tora, az mind az igazság útját jelentik. Azt szeretné, ha a vezérelni őt a parancsolatainak útján, mit szvá a parancsolatok útján, mert ez az, amiben ő gyönyörködik, sőt, azt szeretné, hogy teljes szívből az ember megtartsa. Ez az életnek az útja, amin az embernek járnia kell. Ez az a cselekedetek, ez lesz majd az a cselekedetek, ami elvezeti az embert az életnek könyvébe, hogy abban megmaradjon mindvégig. Természetesen az embernek hinnie kell ebben, és csak úgy hajthatja ezeket végre. Nem elég ülni és mondogatni, hiszen akkor nem tud az igazság útján járni. Ezen az úton járni kell. Az utat kijelöli az ő törvénye, az ő horája. Az ítéletekkel úgy, mint a mispát, vagy a hok, vagy a mitzvá, vagy az ő rendelései, és a többi. Ezen járni kell, és az embernek el kell hinnie, hogy aztán ez a végén az fogja eredményezni, amit ígért Jahua. Sőt, az embernek szilárdan kell járnia ezen az úton. Rendíthetetlenül. Mellesleg ez az út, amiről itt beszél, hogy az igazság útja, ez nem más, ez az igazság, mint imuná. Azaz a hit útja így néz ki. A hit és az igazság ezúttal egyet jelent. A hűség útja a megbízhatóság útja, a szilárdság útja, a rendíthetetlenség útja az ez. Az ő szava jelöli ki azt, aki megtartja az teljes szívből, aki úgy jár, az az, aki betölti ezt a szót és ennek a jelentését, hogy imuná, mint az, hogy hűség vagy hit. Nézzük, mire figyelmeztet Péter vagy Kefa valának pedig hamis proféták is a nép között, mint ahogy ma is. Amiképpen ti köztedek is lesznek hamis tanító. Majd, hogy nem csak azok van, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, kereszténység. És night aki megváltotta őket, megtagadván önmagukra hirtelen való veszedelmet hozna. Természetes az, hogy a kereszténység nem gondolja úgy, hogy ők megtagadják Adonait, vagyis Jahusá, ha másiákot vagy a megváltót. A, a, helyzet az, hogy a viselkedésükkel tagadják meg, és ezt le is fogja írni Péter, de nézzük meg, hogy kik a hamis profétek. A proféta az, aki ugye Elohim szavát hozza el, profetész. Proféta Elohim nevében szól, Elohim akaratát közvetítő személy, hírnök vagy tolmács, úgy, mint egy üzenet közvetítő, vagy egy angyal volt például, egy malák. A Tanákban? Vagy tulajdonképpen az összes írásokban? Ez a hamis profét, aki nem ezt csinálja, aki nem Elohim akaratát közvetíti. Mi az ő akarata, az előbb olvastuk el. Az, hogy az ő törvényet, torály az ember szívében legyen. Ez az ő akarata. Mindenki, aki nem így beszél, az egy hamis proféta. Teljesen mindegy, hogy mit gondol az az ember magáról, vagy pedig mit gondolnak róla a többiek. Vagy hányan követik, vagy mennyire híres, vagy mennyire jól hangzik. Aki nem azt mondja, hogy nekünk a torához kellene visszatérnünk, az mind hamis proféta hiszen. Elohim akarata az, hogy mi úgy éljünk. nem lehet másképp megtérni. Ez az első, amire figyelmeztet. Azt mondja, hogy lesznek ugyanezek majd később is, sőt, hamis tanítók is lesznek. Tanító az ugye. Didaskalos, az, aki tanít, vagy oktat. Nézzük, hogy miből származik ez a szó. Felvilágosít, oktat. Valaki, aki információt átad. Hemzseg ezektől az internet, akikről ő beszél. Mindenki, aki nem a Torához vezeti vissza az embereket, Jahus a Hamásiákon keresztül, az mind ebbe a kategóriába tartozik. El is magyarázza, ezek az emberek veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni. Az eretnekség az Haire szisz. Ez elfoglalás, megszerzés vagy választás. Ez egy hajlandóság, vagy törekvés, vagy érdeklődés egy irányzat, vagy egy párt? Egy vallási irányzat, vagy vallásos csoport? Valamilyen viszály, pártoskodás, vagy meghasonlás? Az elvesz, szerez magának, választ, előnyben részesít szóba. Azaz, ez egy úgynevezett vallási irányzat, amely elválik a többitől, vagy a fő áramtól, és ezért erednekségként van nyilvántartva, úgy, mint ami különböző, aki megtagadta azt, ami az eredeti. Nem tudom, hogy ez, amiről most szó van, hogy lehet erednekség, hiszen ez az, amiről beszél mindenki ebben a könyvben a kezdetektől a végéig. Az emberek, akik ezt tanítják, a hamis tanítók, a hamis profiták, hogy el kell hagynunk a Torán, azok megtagadják Jehusha Hamásiákot, hiszen nem úgy élnek, ahogy beszélnek ugyanis ők nem szilárdak, ők nem rendíthetetlenek, nem bíznak benne, éműná nincs a helyén. Mi lesz a probléma? Az, hogy sokan fogják követni azoknak a romlottságát, és mi fog történni? Az igazság útja káromoltatni fog. Mi az igazság útja? Az előbb néztük meg Tehelim Zsoltárok 119.30.34. Az az igazság útja, az az imuná, az az a hit útja. Erre utal vissza most itt Kefa. Ez nem egy új probléma, ez a kezdetektől így volt. Az egész könyv erről szól. Az emberiség nagy része soha nem akarta, nem fogadta el, és nem is fogja elfogadni azt, amit az atya akar, hiszen ez túl sok megszorítással jár az ő szemükben. Kitalálnak mindenféle dolgokat, teljesen mindegy, milyen ostoba az a lényeg, hogy valamilyen úton, módon ne kelljen az, azokat az instrukciókat, azt az útmutatás, vagy azt a viselkedés formát, amelyet az atya meghatározott, nekünk betartanunk ma. Ezek alapján nézzünk még néhány verset a 119-es Zsoltárból. 86-os így szó, minden bicvá parancsolatod, emuná igaz. Érdemes átgondolni akkor, és remélem mindenki képes rá, hogy Mit jelentett akkor az, amit mond, hogy a mitzvá, vagyis az ő parancsolatai imuná, azaz igazak? Hogyha az imüná azt jelenti, amit jelent, tudjuk, hogy hűség, megbízhatóság, stabilitás, rendíthetetlenség, akkor, akkor, miért mondja azt, hogy minden ő parancsolata ilyen? De haladjunk tovább. Adonai vagy Jahua, 89, örökké megmaradott a -e, igéd, de bár a te szabad, a vagy sem Nemzedékről nemzedékre van a te immunád, igazságod. Te erősítetted meg a földet, és áll az. Dávid két mondattal gyakorlatilag lerombolta az egész űrkutatást és a kereszténységet is örökké megmarad az ő szava semáimban vagy a mennyben, akkor miből gondoljuk, hogy itt nem? Miből gondoljuk, hogy itt megváltozod, hogyha egyszer ott megvan örökre? Nemzedékről nemzedékre. Nem azt mondja, hogy ólám örökre, azután azt mondja, hogy nemzedékről nemzedékre. Megerősíti azt, amit ólám mond. Ólám azt jelenti, hogy mind örökké, mindig, örökké valóságig. Azaz nem lesz vége soha. Ez az, amiről beszél. Az ő szava megmarad semáimban vagy a mennyben örökké nemzedékről nemzedékre, azaz folytonosan meg lesz. Nem tudja már másképp elmagyarázni, hogy mi az, amit szeretné. Meg lesz az ő, én ne, az a hűsége, ami megnyilvánul az ő torájában, és abban, ahogyan az ember hiszaban, és utána a szerint él. Ez nemzedékről nemzedékre megmarad. Azok, akik úgy élnek, azokra vonatkoznak ezek a dolgok ami, amikorról beszél, hogy ez a pozitívum, ami hozzá csatolódik a torájához. Ezért mondja, hogy ez az imunál megmarad. Aki úgy él, az támogatja, aki nem úgy él, azt meg nem. Te vagy az, aki megerősítetted a földet, és áll az. Nem kering, pörög, forog, repül, meg mit tudom én mit csinál, hanem áll. De ez egy más kérdés. Imuná nemzedékről nemzedékre van, és örökké, vagyis a lám örökké megmarad. Soha nem változik meg annyit tesz, hogy az a megbízhatóság, az a stabilitás, vagy biztonság, vagy szilárdság, vagy rendületlenség, amit Jahua jelképez, az örökké úgy van. Ő nem változik meg. Amit megmondott az elején, az úgy lesz mindvégig. Ezért használja az émű nászót. Hiszen ez rendíthetetlen, olyan, mint a hit, ami az emberben van. Jahua nem változik, így mi hihetünk benne, és úgy élhetünk, ahogyan ő azt mondta. Ez az, amit ki akar belőle hozni. Ezért mondta az előbb, hogy minden parancsolatod émőná, azaz rendületlen, szilárd, megbízható, örökké tart. Ezért mondja az, hogy örök. Ami megbízható, vagy szilárd, az örök. Ezek a dolgok soha nem múlnak el így kellene az embernek is élnie. Ez Misli már, példabeszélek 28-18, így szól. Aki jár tökéletesen, megtartatik. A tökéletes egyébként Tamim, aki tökéletesen jár, az úgy él, ahogyan Jahu azt mondja. Tudjuk, hogy ez nem változik meg soha. Hiszen Jahua nem változik, ezért émüná, ezért rendíthetetlen, stabil, megbízható, aki pedig állnokul két úton jár, egyszerre elesik. Honnan tudjuk, hogy megtartatik? Onnan, hogy már Noé vagy náh idejében is így volt. Noé igaz volt, szadik és tökéletes tamim. Vala a vele egykorúak között Elohimmel járt, ugyanúgy, ahogyan Ábrahám ki volt? Elohim Barátja, miért leírta Jakob, hogy miért azért, mert a hite cselekedetekben nyilvánult meg? Émöná az ő rendíthetetlensége, bizalma, hűsége Elohim felé cselekedetekben nyilvánult meg. Nem abban, hogy ült és mondogatta, meg dünnyögött magába, meg osztogatta a, a zsebkendőt az utcasarkon, meg a vizet, hanem abban, hogy betartotta azt, amit Jahúa mondott neki. Egyébként Noé és az, hogy a Tamim, vagy a tökéletes megtartatik, az egyértelmű, hiszen Noé megtartott azért, mert tökéletes volt, ugyanúgy, ahogy azt mondja, hogy aki jár tökéletesen, Tamim, az megtartatik. Aki munkája az ő földjét, az megelégedik étellel, aki pedig hiába valóságok után futkos, megelégedik szegénységgel. Émőná! A hívő ember bővelkedik áldásokkal, aki hirtelen akar meggazdagodni, büntetlen nem marad. Most már remélhetőleg érthető mindenkinek jobban az, hogy mit jelent az, hogy áll, mit jelent a hit, az, hogy valaki hívő. Az, aki hívő, az úgy él, az nem elég, hogy mondogatja meg, magyarázza, és lyukat beszél a másik hasába, hanem úgy él. Hívő ember nem ehet tisztátalan dolgokat, nem felejtkezhet el a sabátról, a név használatának jelentőségéről, az ünnepnapokról. Különben, különben mitől lenne ő hívő? Mitől lenne ő rendíthetetlen? Vagy változtathatatlan? Semmitől. Ezért tartatott meg Noé, ezért tartatott meg Ábrahám, Dávid, és a többi, és a többi. Mert úgy éltek, ahogyan azt Jahua mondta. Mert bennük volt az imuná, ez a hűség, ez a megbízhatóság, az a hit, jahu a rendíthetetlenségében, abban a stabilitásban, vagy abban a békességben, amelyet az ő torája ad az embernek. Nézzük, mi történik egy másik korszakban, már ugye Salomó vagy Salamon után. Ez Jeremi ötös fejezet. Első vers. Járjátok el Jerusalém utcáit, és nézzétek csak, és tudjátok meg, és tudakozzátok meg annak piacain. Micsodát? Ha találtok-e egy embert? Ilyen embert keres akkor, ilyen embert keresett az özönvíz előtt, ilyen embert keresett Babilonban, megtalálta Ábrahámot, megtalálta Noét, megtalálta Dávidot, Jeremiás, és a többi, és a többi. Kik ezek az emberek? Mi az, amit ő akar? Van-e valaki, aki igazán cselekszik? Igazán mispát. Úgy, mint az ő rendeletei, az ő utasításai, az ő szabálya, vagy az a jog, vagy kötelesség, szokás, mód, vagy hagyomány, vagy ítélet, ítélet tétel, ítélet hozata. Mind igazá teszik az ember, Aki a szerint cselekszik, egy, ki a másik, aki immunára vagy hűségre törekszik. Valaki úgy cselekszik, és megvan benne az a rendíthetetlen, az a stabil, az a megingathatatlan, szilárd hit, amit Jahu akar. Mi az, ami neki kell? Cselekedetek és hit. És mi lesz akkor? És én megbocsátok neki. Ezek már nem Salomo szavai, ezek Jahua szavai. Mit akar? Az, hogy van-e olyan, aki igazán cselekszik, mispát az ő ítéletei szerint cselekszik, illetve megvan benne a hit, vagyis az immuná. Ez a kettő az, akinek ő meg fog bocsájtani. Azaz nem elég az, amit a kereszténység hirdet, sőt, az a nullával egyenlő. A Magyarázni, a megmagyarázni, a kimagyarázni, az nem az, amit ő akar. Úgy cselekedni és úgy hinni egyébként pedig a kereszténységről szól a következő mondat, és az ahhoz hasonlókról. Még ha azt is mondják, mit, mit csinálnak? Mondják. Él Jahua. Mint ahogy ők. Mindenünk az Úr, mindenünk Jézus, az ő szava. Imádjuk, én imádom az ő szavát, én imádom Jézust. Mit csinálnak? Hamisan esküsznek. Miért? Azért, mert nem úgy cselekszenek. Hármas vers. Adonai vagy Jahua, a te szemeid, avagy nem immunára, ugye néznek, az hozzáadott, de nem az keresik. Mit keresnek? Hűséget, megbízhatóságot, stabilitást, békességet, biztonságot, szilárdságot, vagy rendületlenséget. Ez az, amit ő keres. Azt az embert, aki úgy él, és aki úgy gondolkodik, és úgy beszél, akinek az van a szívében. Ez az, amit Emuná jelent. Ez az, amit Jahua akar, és itt is elmondja, ugyanúgy, ahogy elmondta mindenhol, hogy a hit cselekedetekben nyilvánul meg. Mindenképpen kövessétek az Infobából kettes csatornát, ahol keddenként 20 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halluja és shalom!